Mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád, én már nem hagylak el, mert az életem összenőtt veled teljesen. 8 év emlékeivel búcsúznak az I. és Gyula Általános és Művészeti Iskola végzős tanulói, akik örökre szívükbe zárták az intézményben töltött felejthetetlen diákévek, az osztálykirándulások és a farsangi mulatságok élményeit. Személyiségedben is úgy érzem, hogy pozitív irányba mentél el, de a tanulmányi munka területén is nagyon szép eredményeket mutattál fel. Az utolsó osztályfőnöki órán a patronusok útravaló gondolatokkal és egy-egy jó tanáccsal is ellátták a végzősöket. Idén 2 osztály 52 tanulója köszönt el az intézménytől. Búcsúzóul a végzősök körbejárták az iskolát, ahol ballagó nótákat énekelve búcsúztak el tanáraiktól, diáktársaiktól. Örömmel töltök szép napok emléke, szívemben nyom még, mint tündér világ. Nehezen indultunk a felsőbe, de aztán mindenki beilleszkedett, és rengeteg emléket gyűjtöttünk erről az iskoláról, és nagyon vártuk ezt a napot, hogy hú, ballagjunk el. Aztán most így itt vagyunk, és nagyon megtorpantunk, mert nagyon nehéz elmenni. Mindent átéltünk itt az osztállyal, és hihetetlen, hogy ilyen hamar véget ér. De úgy gondolom, hogy a rossz emlékeket el lehet felejteni, és csak a jókat meghagyni. Akkor egy kicsit a további terveidről, merre is mész tovább? Én Szombathelyre megyek művészetibe, ott Furujával fogok tovább tanulni, és a jövő így még kérdéses, hogy merre megyek, de egyelőre így ezzel van célom tovább menni. Nagyon sok emlék van, és nagyon sok szép emlék és jó emlék. Ilyenkor mindig azt mondjuk a gyerekeknek, hogy csak a szépre emlékezzünk, de ez tényleg így van, mert rosszat nem tudok mondani. Azok a kötelező diák csíntevések voltak, aminek lenni kell, azt mind tudtuk kezelni, nem volt gond. Kirándulásokon mindig nagyon jól viselkedtek, rendes gyerekek voltak, nagyon jók voltak a szülők, sokat segítettek, azt mondom, hogy le a kalappal. Olyan sok emlék van, egyszerűen nem is tudok mit kihozni. A városi sportcsarnokban már izgatottan várták a szülők, hozzátartozók, a végzősöket. A ballagási ünnepség kezdetén a búcsúzó évfolyamok képviselői átadták az iskola zászlóját a 7. évfolyamosoknak. Átveszem, és ígérjük, hogy hűséggel és tisztelettel őrizzük. Ezt követően a 7. évfolyamosok búcsúztak beszéddel, verssel és énekkel a végzősöktől. A 8. osztályosok képviselői is elköszöntek a jelenlévőktől. Szatmári Flóra emese verssel, Madarász Kira pedig búcsúbeszéddel emlékezett vissza az itt töltött évekre. 8 éve már annak, hogy kiselsősként fogtuk szüleink kezét, félve, de izgatottan léptük át az iskola kapuját. Akkor még mit sem sejtve, hogy odabent mi vár ránk. Konzsuzsa Isten hozzá című dala is felcsendült a sportcsarnokban. Az ünnepségen az intézmény igazgatója is elbúcsúzott a tanulóktól. Új útra lépni mindig nehéz. De ha képesek vagytok megőrizni az elhivatottságotokat és lelkesedéseteket, akkor sikeres jövő előtt álltok. Ha olykor elbizonytalanodtok a kitűzött céljaitokat illetően, mindig támaszkodhattok családatokra és volt tanáraitokra.
Nem csak a diákoknak, de a pedagógusoknak is meghatározó és különleges minden ballagás. Fájó szívvel búcsúznak a kis közösségektől, akik a kezük alatt váltak gyermekből ifjúvá. Ez az út, amin mennek, az nagyon jó. Egyéniségek indulnak a maguk útjukon, mindig is azt járták, mindig megtalálták azokat a szavakat, azokat a pillanatokat, amikor a véleményüket és a céljaikat szerették volna elérni, megfogalmazni. Tehát nagyon, nagyon jó volt velük dolgozni, voltak terveik, és azt el is tudták érni, hogy ez jó indulás, menjenek ezen tovább. Az ünnepség talán legjobban várt pillanata a jutalmak átadása volt. Az önkormányzat által alapított íjés plakettet, amelyet minden évben az évfolyam legeredményesebb tanulója vehet át, idén Vasas Rebeka Eszter érdemelte ki. A díjat és a hozzátartozó emlékplakettet Pap Gábor városunk polgármestere adta át. Az ONTA Egyesület által alapított díjat, amellyel a sport és a művészet területén nyújtott kiemelkedő munkát jutalmazták, Balogh Viktória kapta. Nagyon meglepődtem, hogy megkaphattam ezt a díjat. Hát ugye már 6 éve foglalkozom a Furujával, és ezt is iszonyatosan megszerettem. Egy részévé vált a testemnek, és iszonyatosan jók voltak a versenyek, amiken én részt vehettem, a koncertek, a díjak, amiket elhozhattunk az iskolával együtt, Zia nénivel együtt. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Az ünnepség zárásaként a szülőknek, hozzátartozóknak is kifejezték hálájukat a ballagók, akik egy szálvirággal köszönték meg azt a sok szeretetet, törődést, amelynek segítségével most egy új fejezet kezdődhet az életükben.